Hitler arcai. A magánember. Hitler életrajzírójának fia. Látott fiú. Az ott Salzburg. Ausztriában van. Aztán olyasmit mondtam, hogy az a hazája, Hitler úr. Igen, az osztrák Braunau am Innben születtem. Németek ők is. Egy napon az osztrákok is a birodalom részei lesznek. Reich. 1938. Az osztrák haza egyesül a német birodalommal. A jövőben csupán egyetlen parancsot fogok követni. Gyerekkorom óta ez volt elhivatásom. Németország. Akkor vesztesként távozott, és vezérként tért vissza. Itt Fischeraumi elemi iskoláját látogatja éppen. Innvidéki paraszt gyerek. Ezek itt osztrákok, de Németország felé hajlanak. Főleg ő. Mindemellett gyerekkora nem volt rendkívüli. Három testvére halt meg zsengekorban. Annál jobban csüngött rajta szeretetével Klára Hitler, mely végzetes következményekkel járt. Megszülte a német nemzet nagyfiát. Beismerte, hogy csintalan gyermek volt. Szerette Karl May könyveit, kiváltképp a Winnetút, mivel Winnetú sohasem vesztette el nyugalmát. Amikor megverték, Hitler anyja segítségéért sikoltozott. Miután azonban elolvasta a Winnetút, a következő verésnél csak számolta a pofonokat. 1, 2, 3, 4. Apja megdöbbent. Azt hitte, a fia megőrült. A szegény gyerek önfejű. Művész akar lenni. Soha, mondta apja. Addig nem, amíg élek. Hitler bezárkózik. Hajlíthatatlanul, érzéketlenül. Alois Hitlernek végül igaza lett. Ezen a pamlagon ülve a reggeli ital fogyasztása közben agyvérzést kapott. Semmi sem hatott annyira Hitler jellemére, mint a két szülő ellentétes viselkedése. Anyja engedékenysége és apja hajthatatlansága, anyja közelsége és apja ridegsége. Hitler nem fejezte be iskoláit. Apja halála után, mint egy dandy, csavargott Linz mellékutcáin. Wagner operákért rajongó léhűtő. Hírnévre vágyott. Anyja rákbeteg lett. Hitler rendet akart teremteni életében, és felvételizett a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára. A selejtezőn sikeresen túljutott, a következő fordulón azonban rajzait nem találták megfelelőnek. Eltanácsolták. Hiúságán nagy sérelem esett. Reményei meghiúsultak. Pillanatnyilag sodródott lézengett céltalanul. 1907-et írtak, és Hitler 18 éves volt. A sok nemzetiségű állam fővárosán idegen gyűlölet. Többek között a zsidó gyűlölet hulláma söpört végig. Hitler antiszemitizmusa akkor még bizonytalan, nem fanatikus, csupán művészi hírnév után sóvárgott. Már akkor sem viselte el az ellentmondást egy korabeli barátja szerint. Emberként Hitler hallatlanul uralkodni vágyó természet volt.
Apám gyakran beszélt erről. Mesélte, hogy általában elaludt, amikor Hitler órákon át szónokolt a politikáról. Egy bécsi tartózkodásuk ideje alatt történt ez. Hitler egyszerűen nem tűrte el az övétől eltérő véleményeket. Ugyanabban az évben Hitlert visszahívták Linzbe. Anyja halálos ágyán feküdt, és röviddel karácsony után meg is halt. A zsidó orvos azt mondta, életében nem látott ennyire bánatos fiút. Hitler újra jelentkezett a Bécsi Képzőművészeti Akadémián. Másodszor is eltanácsolták. Ami ezután következett, zuhanás az űrbe. Pár év múlva itt a bécsi hajléktalan szálláson találjuk. Hitler nem tudott szembenézni az igazsággal. Nem ő bukott meg. Az akadémia nem ismerte fel tehetségét, szerinte. A Führer szállodai erkélyén. Később a bécsiek hízelgése különösen kellemes volt számára. Amikor annak idején távozott, a hajléktalanság, a megaláztatás, a sorozás és a gyűlölt sok nemzetiségű államból menekült. Bécs a vérfertőzés megtestesítője. 1910-ben eljutott álmai birodalmába, Münchenbe. Bécsben képeslapok másolásával kaparta össze megélhetését. Megpróbálta itt is. Városképe hűséges, pontos, de élettelen és megkövesedett rajzok, akár csak szerzőjük. Remete és különc. A háború a szabadulást hozta. A müncheniek a kor bezártságából való menekülés gyanánt üdvözölték a világháború lehetőségét. Köztük volt valaki, aki úgy érezte, hogy megtalálta élete értelmét. Adolf Hitlernek hívták. Táncra perdült, annyira boldog volt, hogy beállhat a német hadseregbe. Apám azt mondta, bámulatos, hogy mennyire részt akart venni a háborúban Németországért. Rendkívüli volt. A 16. bajor tartalékos gyalogos ezred eskütétele Lajos király előtt. A katonák egyike Hitler. Ausztriában elmenekült a sorozás elől. Németországért azonban kész volt a tűzvonalba állni. Végre tartozott valahová. A legvéresebb háború volt az addigiak közül. Ezredét a nyugati frontra helyezték, és hamarosan a lövészárokban találta magát. Hitlert bátorságáért vaskereszttel tüntették ki. De a háború 4 éve alatt nem vitte többre az őrvezetői rangnál. Bajtársaitól különbözött. Magányos volt, aki visszautasítja az alkoholt, nem dohányzik és nem keresi a bordélyházakat. Egyedüli barátja, Foxhall, egy brit dezertőr. Egy kutya. 3 év háborúzás után beállt a reménytelenség állapota. Az emberek kimerültek. Minden csendes a nyugati fronton. Keleten azonban történt valami. A német birodalom békefeltételeket diktált az oroszoknak, befejezve a két fronton vitt háborút.
Ismét egy lapra tettek fel mindent. Nyugati támadás, az utolsó nagy offenzíva. 1918 tavasza, ismét a győzelem biztosítéka, új illúzió Hitler örvezető számára is. Bekerült azonban a szövetségesek gáztámadásába, és átmenetileg megvakult. A Pasovalki katonai kórházban érte a német vereség híre. Egy világ omlott össze, de nem csupán benne. Élete egyik fordulópontja volt ez a pillanat. Mégis úgy döntöttem, politikus leszek. Mindent, ami ezután következett, 1918 novemberének szereplői hozták nyakunkra. A vereség és a köztársaság kikiáltása után országszerte kitört a forradalom. Bajorországban megalakítottak egy forradalmi kormányt. Kurt Eisnert, a szocialista elnököt 1919. februárjában az utcán lelőtték. A lakosság kivonult a búcsúztatására. Hitler visszatért müncheni ezredéhez, egyetlen otthonába. Leszerelés fenyegette, így visszatért a szállásra. Bajtársa későbbi visszaemlékezése szerint Hitler kóborló, új gazdát kereső kutyának látszott. A zsidó Eisner temetésére Hitler ezredéből vittek ki egy osztagot. Vörös karszalagot és fekete gyászszalagot viseltek. A felvételen jól kivehető a tisztekkel menetelő őrvezető, Adolf Hitler. Eisner meggyilkolása után Münchent egy második forradalom rengette meg. A bolsevikok hatalomra törtek, és 1919 áprilisára felállítottak egy szovjet típusú köztársaságot. A bolsevik vezetők lojalitást követeltek a katonáktól, így Hitler ezredétől is. Szóvívő választás volt, Hitler is benevezett. 19 szavazattal helyet kapott a katonai tanácsban. Annak az erőnek lett kiszolgálója, amelyről nem sokkal később azt állította, örök életében gyűlölte. Május elején a központi birodalmi kormány csapatai elfoglalták Münchent és leverték a bolsevikokat. A kormány hívek közé tartozott a notórius Werdenfels önkéntes testület is. A magánrendőrség 10 napon át viselt bosszú hadjáratot a fővárosban. Majd visszatértek Garmischba, ahol a lakosság újjongva fogadta őket. Hitler örvezető készségesen szolgálta új urait. Feljelentette volt elvtársait. Amikor a Werdenfelszerek feltűntek Garmischban, a helyszínen volt ő is. Ez alkalommal vörös karszalag nélkül és a jobboldaliak mellett. Hitlerre ráköszöntött a szerencse. Volt felettese kérte, hogy csatlakozzon a propaganda egységhez. A cél agitálni a katonák sorában a bolsevizmus kísértete ellen. A propagandisták nacionalista kiképzésben részesültek. Hitler ködös eszméit politikai programba gyúrták. 3 hónap múlva megjelent első zsidó ellenes politikai röpirata. Legfontosabb, változatlan végcélunk a zsidók kiirtása kell legyen. Ez időtájt politikai értekezletekre küldték kémkedni. Itt a müncheni szociáldemokraták találkozóján láthatjuk. Szeptember 12-én a Német Munkáspárt gyűlésére küldték. Szót kért és felfedeztetett. Tehetséges beszélő, hasznunkra lehetne. Megszületett Hitler, a politikus. Egy nemzet alakul most. Ezért forrong. És mi... Minket megáldott a sors.
15-16 évesek voltunk, és hallani akartuk a mondani valóját. A Krone cirkuszban tartotta szónoklatát. Hozzávetőleg 3000 személy fért el benne, de kétlem, hogy megtelt volna, mivel nem a cirkusz lépett fel. Mintegy 3/4 órán át szónokolt, főként a Versailles szerződésről. A témakör mindenkit érdekelt, még az ifjakat is. Az átváltozás kevesebb, mint 6 hónap alatt kiteljesült. Hitler toborzónak nevezte magát, és megszállottan végezte feladatát. Létrehozta az NSDAP-t, a Német Nemzeti Szocialista Munkáspártot. Radikális retorikájával egyre több követőt vonzott magához. A helyi sörözők királya hamarosan a reakciós jobboldal képviselőjévé vált. A lövészárokból jövő különc bármi áron hatalomhoz akart jutni. Számára a politika mindössze eszköz volt a végcél eléréséhez. 1923-ban Hitler puccsot kísérelt meg, eleve sikertelenül próbálkozott elrabolni egy müncheni sörözőből a bajor kormány vezetőit. A politikai karrier reményét fegyverropogás zúzta szét München utcáin, amely 19 halálos áldozatot követelt, Hitler pedig megsebesült. Élete ismét romokban hevert. Kezdetben főbe akarta lőni magát, majd éhen pusztulni a börtönben. Úgy tűnt, ez a vég. De váratlanul veresége győzelemmé változott. Hitler a tárgyalótermet szószéknek használta. Ismerté vált az egész birodalomban. Csupán 5 évre ítélték. Magabiztosan viselkedett, mint a naphőse. Nem másnak toborzott immár, úgy érezte, ő maga a kiválasztott vezér. A volt őrvezetőt fontos személyiségként kezelték a Landsberg börtönben. Cellája ajtaját nyitva tartották, a látogatók jöttek-mentek. Ő folytonosan szónokolt, kidolgozva politikai programját. Rabtársai panaszkodtak, hogy nem tudnak tőle kártyázni. Ezért, hogy elhallgattassák, azt tanácsolták neki, hogy írjon emlékiratot. Éjt-nappá téve írta ezen a gépen a Mein Kampfot. Megszületett a kiválasztott, a Führer legendája. Kilenc hónap múlva már is szabadult, és nem állt pénzszűkében sem. Első osztályú piros Mercedes-szel ment a választási gyűlésekre, mint egy felkapott híresség. Elzarándokolt Bayreuthba is, és játszotta a világfi szerepét. Valójában azonban nem voltak barátai. Csak követői. Csupán bajtársainak gyerekei mehettek közel hozzá. Hitler vallomása szerint akkoriban magányos farkas volt. Időnként visszajárt Berchtesgadenbe, vonzotta a falusi idill. 1925-ben farkaskutyáját sétáltatva találkozott Maria Reiterrel. A 16 éves lányt elbűvölte a 20 évvel idősebb politikus. Ez Adolf Hitler első nyilvános szerelmi története. Tudod, Mitzel, írta a gyengéd Hitler, ha ideges vagyok és gondterhelt, veled akarok lenni, hogy minden egyébről megfeledkezzem. Igenis, kislányom, de nem tudod, mit jelent ez számomra, mennyire szeretlek. A te farkasod. 1928-ban Hitler kibérelte az Obersalzbergi Wachenfeld házat. Azután pedig hűvösen kezelte Mici Reitert. A nőnek a különválás fájdalma is örömet okoz. Mélyen megbántottan a lány öngyilkosságot kísérelt meg, de megmentették. Hitler mostanha nővére vette át a Wachenfeld ház vezetését. Vele jött 19 éves lánya is, Geli. Hitler következő szerelme. A nagybácsi odaadóan, akár egy bezsongott iskolás fiú vigyázott húgára, a Prinz Regenten Placon lévő új lakásán. Gelit elkábította sikere, de Hitler féltékenysége megkeserítette életét.
Hitler gátlástalan felemelkedése a gazdasági világválsággal indult. Minden nap máshonnan küldte üzeneteit a német népnek. Az összejövetelek közötti szünetet, mint ez a kímzéi kirándulás is volt, általában Gelivel töltötte. Mialatt Hitler folytatta politikai taktikázását, sikereit főleg női szavazókra alapozva, Geli Münchenben várakozott, nyilvánosság elől rejtetten, rabként elhanyagoltan. Hitlernek a végletek között csapongó érzelmei tönkretették a most már 23 éves fiatal nőt. Szeptemberében Geli Raubald öngyilkosságot követett el Hitler Prinzregentenplatzi lakásán. Hitlert az eset nagyon megviselte, meg is szakította választási kampányát. Halála után kultuszt űzött emlékéből. Szobáját érintetlenül hagyta, lezárta. Csak ő mehetett be oda imádkozni. A halottat élete nagy szerelmeként eszményítette. Halálában körülvette az életében megtagadott figyelmével. Hamarosan azonban új szenvedély lépett színre. Ugyancsak 19 éves szőke és telt karcsú Eva Braun. Semmi sem kellemesebb, mint egy ifjú lányt nevelni. A 18-20 éves lány formálható, akár a viasz. Senki sem ismerte az 1933. január 30-án kancellárrá kinevezett férfi jellemét. Csak nem beteges vonzalmát a fiatal nők iránt. Képtelenségét szoros kapcsolatok kialakítására, könyörtelenségét, féktelenségét. A népvezér karizmája tökéletesen csődöt mondott magánéletében. Eleinte meglepett. Egy államférfira vártam, de csak olyan volt, mint bárki más. Nem találtam semmit benne, ami tisztelettel töltött volna el. Meglehetősen hétköznapi volt. Az új kancellár merészen lendült munkába már az első napon. Az életet egy absztrakt nemzeti közösség fogalmába szorította. Az egyén nem jelentett semmit számára. Ő egy barátok nélküli nagy magányos volt. A terror tette politikája alapjává. Az erőszakot. A szöges drót mögötti halál réme meggyőzte az utolsó kételkedőket is. Egy derűs, valóban toleráns világnézetet dolgozunk ki. A kutyája ideges volt, és alig érezhetően megharapta anyámat. Egy kis csípés volt csupán. Hitler reakciója túlzott volt. Puskát akart ragadni, és ott helyben lelőni az állatot. Ernst Böhmöt is, régi bajtársát, az SA főnökét, aki még tegező viszonyban is volt Hitlerrel, 1934-ben megölette. A könyörtelen és véres közbelépés meglehet gátat vetett a lázadás elterjedésének. Aki vádol, hogy a tárgyalótermeket kikerülve ítélkeztem, annak csak azt mondhatom, abban a pillanatban én voltam felelős a német nemzet sorsáért. Én voltam a német nép legfelsőbb bírája. Hitler élet és halálura istenként jelent meg a párt Nürnbergi konferenciáján.
A tömeg egy emberként üdvözölte a Führert. A monumentális, egyhangú mértani mutatvány rejtett értelmét a nép nem ismerte. Távolságtartást biztosított annak az embernek, aki nem viselte el a közeledést. Nem szerette a fizikai érintkezést. Mindenki tudta ezt. Az orvosok is nehezen tudták megközelíteni, mert nem szerette, ha megérintették. Esetleg rátette kezét valaki karjára, de ez volt minden. Sohasem kért masszírozást vagy hasonló dolgokat. Nagyon zárkózott volt e tekintetben. A remete Hitler kevés betekintést engedett magánéletébe. 1935-ben Berchtesgadeni házát a hegyoldalt rútító szörnyűséggel bővítette a Berghoffal. A filmhíradó buzgó zarándokokat mutat, fiatal lányokat. Egy pillantás Hitler álomvilágába. Láthatóan eltávolodott a valóságtól. Abból a világból merített erőt további cselekedeteihez. A szentséges férfi úrra vetett pillantás. A házi úr gondolatai azonban rejtve maradnak. Ha egy nőnek nincs gyermeke, hisztériás lesz és beteg. Eva Braun beköltözött Hitler kúriájába. A bolondos kamaszlányból való átváltozás Hitler felnőtt párjává viharos volt. Hitler távolságtartó volt, akár csak Mici és Geli esetében. A villámlátogatásokat több hónapos elmaradás követte. A hideg-meleg kapcsolat beteggé tette Eva Braunt. Naplójába kétségbe esetten írta 1935-ben. Miért gyötör így? Miért nem vett véget egyszerűen a kapcsolatnak? Valamivel később pedig eldöntöttem, hogy 35-öt veszek be, ez alkalommal hatnia kell. Második öngyilkossági kísérlete volt ez, csodával határos módon megmenekült. Hitler csak ezután lágyult meg és hagyott fel sanyargató játékaival. A teljes önmegtagadás árán elhívta Évát a Berghoffba. A Führer árnyékában Braun kisasszony maradt, a titkos szerető, aki Führeremnek kellett szólítsa a szerelmét a társaságban. Sétáltunk, és csak nem provokatívan mondtam neki. A legirigyeltebb nő egész Németországban, mivel Adolf Hitlerrel élt. Azt válaszolta, Franz úr, aranykalitkában tartott rab vagyok. A hegyi kúria mindennapi életének vendégei nem a birodalom hatalmas személyiségei voltak. Pót családja volt a hangadó. A titkárnőkből, orvosokból, adjutánsokból álló kis csoport. Néha beugrott Albert Speer műépítész is. A főnök, így nevezték Hitlert a háta mögött, nem szerette az új arcokat maga körül. Így a társaság mindig ugyanaz a lapos vicceket elsütő csoport maradt. Közülük senki sem mert volna ellentmondani Hitlernek, aki nem párbeszédre vágyott, hanem hallgatóságra. Magánemberként Hitler kedvelte a gyerekeket, akik nem mondanak ellent, akár csak a körülötte lévők, a fiatal lányok, a pótcsalád, a kutyái. A levegőtlen szoba középpontjában Hitler állt. Nem dohányzott, nem ivott, csak monologizált. Gyakran vége érhetetlenül szónakolt, mialatt a többiek hallgattak. Ritkábban társalogtak. Hitler ilyenkor szórakozottan ült közöttük. Kíséretétől körülvéve mégis távol tőlük. Hitler magánélete üres volt. Mindig társaságban, de mindig magába zárkozottan.
Séta a Morsláner-Kopfhoz. Szertartás, melyet Hitler következetesen betartott. Mindig ugyanazon az ösvényen mentek fél órán át, az erdőn és a mezőn át. Hitler ment elől egy vendéggel, kísérete pedig tisztes távolságból követte. Megérkezve, teja és sütemény várta őket a sziklából kivált pavilonban. Minden nap ugyanúgy. Ha valaki azzal vádol, hogy álmodozó vagyok, csak azt mondhatom neki, te bolond, hol lennénk ma, ha nem lennék álmodozó? Mindig hittem Németországban. Azt mondtátok, álmodozó voltam. Mindig hittem a birodalom felvirágzásában. Azt mondtátok, bolond vagyok. Kitartóan hittem, hogy visszaszerezzük a hatalmat. Azt mondtátok, őrült vagyok. Hittem, hogy véget ér a szegénység. Mondtátok, utópia. Kinek volt igaza? Nektek vagy nekem? Nekem volt igazam. És mindig is nekem lesz igazam. 5 év diktatúra után Hitler népszerűségének csúcsán állt. Hatalma alapját a terror képezte. Sikere mégis óriási volt. A nép lépést tartott a változatlan Führerével. Azt mondta, ne higgyétek, hogy állandóan ugyanazt a pár csizmát viselem. Csak a stílus ugyanaz. 10 pár van belőle. Államfőként és a német nemzet Führereként mindig ugyanúgy kell kinéznem. Nem szabad megváltoznom. A fáraók aranymaszkot viseltek, tehát mindig egyformák voltak. Életbevágóan fontos, nem változtathatom meg. Művészi ízlése meghatározó volt a környezetében. A kiállítások képeinek kiválogatásában az övé volt az utolsó szó. Országszerte minden egyforma volt. A festmények, még ha néha tehetséges is volt alkotójuk, élettelenek voltak. Az emberek mind egyformán néztek ki, és egyformák is voltak. Az ország állandóan ünnepelt, de így is Hitler egyhangú lelkét tükrözte. Aki támogatta az általa kedvelt művészetet, amit pedig nem értett meg, üldözte. Az állítólagos művészt, aki szemetet árul, koncentrációs táborba kell zárni. Hitler politikájának végső célkitűzése most elérhető távolságba került. Alpesi otthonában a háborút tervezgette. Külső jelek nem mutatták, mint morfondírozik. Vihar előtti csend volt ez. Egy évvel korábban láttam óriási szemüveggel olvasni a német újságokat. Aranykeretes szemüvege is volt, de tilos volt látni vagy lefényképezni, ha viselte. Olvasott éppen, amikor Ribbentrop hirtelen azt mondta, Führer, hamarosan fegyvert kell ragadnunk. Azt hittem, élve felfalja. De csak annyit mondott. Nem, Ribbentrop. Most nem. Most még nem. 1939. április 20. a Führer születésnapja. Az 50 éves Hitlernek nem sok ideje maradt hátra. Azt mondta, inkább megyek 50 évesen háborúba, mint 55-60 évesen. Belső órája ütemezte a menetrendet, mely bukásra ítélte a nemzetet. A legnagyobb katonai parádé, amelyet valaha Németország megélt. A fegyveres mutatvány 4 órán át tartott. 5 hónappal később pedig támadott. Lengyelország az éjjel tüzet nyitott területünkre, első ízben mozgósítva hivatásos katonáit. Hajnali 3:45-kor megkezdtük a visszavágást.
Az ablak előtt ült és lenézett a Wilhelmstrasse-ra. Egy méternyire álltam a háta mögött. Megnézte a Grossdeutschland ezred nekirendezett menetelését. Amikor az utolsó katona is elhaladt, felállt és azt mondta. A kerekek forognak. Most már én sem állíthatom meg őket. A hadjárat két hetet tartott. Ezután Hitler visszatért Obersalzburgba. A gyors győzelmek ideje. Lengyelország, Dánia, Belgium, Norvégia, Luxemburg, Hollandia, és végül Franciaország. Hitler az egyetlen magánbeszélgetését megörökítő felvételen, melyet a finn titkosszolgálat tudomásán kívül készített, Franciaországról beszél. Ha 1939-ben foglaltam volna el Franciaországot, megváltoztattam volna a történelem menetét. Várnom kellett 1940-ig, amikor viszont semmit sem lehetett tenni május előtt. Május 10-e volt az első derűs nap, így május 10-én azonnal támadtam. Mindent elpusztítunk, ami emlékezteti a világot 1918 ama szégyenletes napjára. Amikor dúlt a Dunkerque-i csata, a Führer kiment a frontra. Meglátogatta a csatateret, melyen az első világháborúban harcolt. Bosszúállás egy vereségen, melyet sohasem tudott elfelejteni. Ámította magát, hogy onnan kezdheti újra, ahol 1918-ban abba hagyta. A Compiègne-i erdő, ahol 1918-ban egy vasúti kocsiban aláírták a fegyverszünetet, Hitler szerint egy teljesen rosszindulatú cselekedet volt. Hitler parancsba adta, robbantsák fel az emlékművet és a Foch-Marshall vasúti kocsiját kiállító termet. Háborús időben szervezett ünnepély. Utazás Bayreuthba. Hitler hatalmának fénypontja. Winifred Wagner, a Bayreuthi küldöttség felügyelője és dr. Lai igazgató üdvözli a Führert. Követői holtig hűségesek a Nibelung hagyomány szellemében. Hitt abban, hogy Wagner hőseiben találta meg identitását, Siegfriedben, a sötétség hatalmai elleni harcosban. Egyetlen befejezetlen feladata maradt, és vezérelte az utóbbi 20 évben, az állandóan óhajtott háború. Egy pusztító háború, melynek célja létrehozni a keleti életteret. Az oroszországi hadjárat alatt eléggé könnyen tért nyugovóra, mintha elérte volna célját. Azelőtt későig fennmaradt, hallgatta a rádió híradókat. Megvárta, míg a német népet értesítették hadmozdulatairól. Most azonban egyenesen lefeküdt. A bőröndöket éjjel felvittük a vonatra. Én voltam szolgálatos a kocsijában. Teljesen kimerülten elaludtam. Reggel a Führer költött, mosolyogva mondta. Schneider, nézd, hol vagyunk. Kinéztem és válaszoltam. Possenben vagyunk, Führer. Akkor már társult hozzánk Martin Bormann testvére, Albert Bormann. A Führer pedig azt mondta. Végre feltörjük a lyukasdiót. A Führer főhadiszállásán. A Führer reggeli sétáján. Végre Hitler Wehrmachtja leküzdött minden akadályt. Látszólag megállíthatatlan csapatai előre nyomultak Oroszország mélyébe. A Wolfschanzerben, a farkas kelet-poroszországi odójában Hitler a háborút követő időkről álmodozott.
Linzben akart letelepedni, hogy kipihenje az élettérért folytatott küzdelmek fáradtságát. Ez alkalommal azonban Hitler elszámolta magát. Csapatai belesüllyedtek az orosz sárba. A tél végül összetörte a gyors győzelem illúzióját. Hitler 9 éven át mindent egy lapra tett fel, és veszített. Bezárkózott, mint gyerekkorában. Csökönyösen tagadta a valóságot. Nem ő vallott kudarcot, hanem a nép. Megsemmisítő bosszúja határtalan volt. Ezek voltak szavai. Míg német férfiak 10000-ei hullatják vérüket, és áldozzák naponta életüket, hogy meggátolják a bolsevik dögvész elterjedését az európai kultúrában, ami gyönyörű Európánkban, mindaddig, amíg ez tart, a zsidók, itt egy olyan kifejezést használt, amit nem szeretnék megismételni, nem kaparintják meg az élet javát. A következmény szisztematikus tömeggyilkosság, amint Hitler egyik követője egyenesen megnevezte. Erről van szó. Eltiporták őket. Virtuálisan megoldottuk a zsidó kérdést. A zsidók az emberiség legnagyobb fenyegetése. És ha nem pusztítjuk ki őket, elveszítjük a háborút. Ki kell írtani őket. Ki kell pusztítani őket, hogy az emberiség fennmaradhasson. Lengyelországban a haláltáborok zavartalanul működhettek. Hitler sohasem látta őket. A kávéházi hős sohasem látogatta meg személyesen a gyilkosságok színhelyeit. A magánember nem akart hallani arról, amit tett. Főleg otthon nem. Láttam, amint zsidó nőket hurcoltak el egy holland táborba. A német tisztek azt mondták nekem, ha látod Hitlert, mondd meg neki, hogy őrültséget követünk el. Ellenségeinké tettük a barátságos hollandokat. Embereket vetünk börtönbe. Elborzadtam. Nem volt tudomásom erről. Közöltem Hitlerrel, hogy azt hallottam, rémes dolgokat művelünk, a katonák szégyenkeznek. Borzalmas érvel állt elő. A Führer felállt és kijelentette, ez érzelgős ostobaság. Ne avatkozzon olyan dolgokba, amelyekhez nem ért. Henriette von Schirach távozott, véget vetve az estének. Soha sem hívták meg többé a Berghofba. ...1942. április, a Führer születésnapja. Külsőleg azt mutatta követőinek, bízik a győzelemben. A gyermekbarát apai gesztusai, ábrándvilág és a valóság. Hitler végtelen monológokban áltatta magát. A Berghofi farkasodú hallgatósága mindig tudta, mit fog mondani. Ezt mondja majd titkárnőkből és adjutánsokból álló Pót családjának. Egy nemzet nem férfiai, hanem asszonyai kihalása miatt pusztul el. Egyre gyakrabban tér vissza Obersalzburgba. A világ körülötte omladozik, de a Berghofi szertartás nem módosul. Séta a Morslaner Kopfhoz, majd a közhelyek következnek.
Sajnálatra méltó, ami Berlinben történik. De így nem kell több ezer házat lerombolnunk ahhoz, hogy felépítsük a világ új központját, Németországot. Hitler összeroppant. Hirtelen megöregedett, megbetegedett. Került minden kapcsolatot a külvilággal. Művét nem tekintette volna meg semmi áron. Még mindig óriási újjáépítést tervezett. Manké műépítész saját kezüleg tervezte a diadaléveket, az emlékcsarnokot, az új világ haláltemplomait, és a főváros romokban hevert. Végül Berlin szembe került a szovjet tankokkal. Hitler beásta magát bunkerébe. Nappal alig merészkedett ki. Az utolsó felvétel kezének remegését a cenzúra általában kivágta. A híradó a következő felvétellel kezdődött. A Führer üdvözli Axmann ifjúsági vezetőt, és a harctéren kitűnt, vaskereszttel kitüntetett 20 Hitlerjugend tagot. Megrendített. Már csak élő halott volt. Teljesen tönkrement. Emberroncs vált belőle. Ez volt a vég. Gyakorlatilag halott volt már. A halála előtti estén Eva Braunt titkos szerelmét feleségül vette. A házaspár a Német Birodalom romokban heverő kancelláriája alatti bunkerben április 30-án délután öngyilkosságot követett el. Soha senkit nem szerettek ennyire, és nem átkoztak annyit, alig egy évtized leforgása alatt. Soha senkinek nem volt ennyire teljes a bukása. Elfben soha nem állok le 5 óra 20 perc előtt. Halálával megszűnt a rémálom, és a meg